14. alkalommal rendezik meg január első hétvégén a Kelet-Magyarország Eisman Hungária Kupa teremlabdarúgó tornát. A rendezvény felvezető sajtótájékoztatóján a szervezők elmondták, hogy reményeik szerint ezúttal is lesznek majd határon túlról érkező együttesek a részvevők között. Az 5+1 fős csapatok 20-40 méteres pályán 5x2 méteres kapura játsszák majd a 2x12 perces meccseket. Igazi parkettművészek érkeznek erre a tornára az ország különböző pontjairól, vagy éppen a határon túlról is. Jelen pillanatban most történik a meghirdetés a tornának, de már 17 csapat regisztrálta magát. Tehát az a kérésem, hogy akik szeretnének ezen a tornán elindulni, azok mielőbb tegyék meg, engem a városi stadionba megtalálnak bármikor. Több helyszíne volt ennek a tornának már, hiszen játszottunk a régi buszacsába, aztán játszottunk a Filófoszi csarnokba, amikor a felújítás volt a mostani Continental Arénába, de most már harmadik éve hogy ismét visszakerült a torna a Continental Arénába, és igazi fényes körülmények között kerül lebonyolításra. Ezért is nagyon szeretnek eljönni a csapatok, hiszen vannak olyan távolról érkezők, akik még soha nem is jártak az ország egyik legszebb sportcsarnokában. A torna névadójának reményei szerint a korábbi 13 alkalommal tapasztaltaknál is izgalmasabb meccseket játszanak majd a csapatok. Továbbra is ugyanazt várjuk, mint az elmúlt időszakban. A 13. rendezvényünk is nagyon-nagyon-nagyon sok nézőt vonzott. Nagyon sokan voltak a vasárnapi döntőkön is. És ugye a 32 csapat, aki indult a versenyen, az nagyon-nagyon-nagyon hamar betelt. Tehát igazából nagy híre van, nagyon kedvelik a sportolók is, a nézők is ezt a rendezvényt, és ezt szeretnénk továbbvinni. A torna összdíjazása 500 ezer forint, emellett a szervezők a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is elismerésben részesítik. A mérkőzések január 4-én péntek délután 2 órakor kezdődnek, a döntő két részvevője pedig várhatóan vasárnap este 8 óra körül lép majd pályára.